nagyon megrendültem, amikor Johnny Bishop azzal jött, hogy Jappe és Do Escobar verekedni készülnek. Menjünk oda, nézzük meg. Nyári idő, nyári szünidő volt, tikkasztó meleg nap. Füllett száraz földi szél. Jó háromnegyed órát voltunk a vízben, akkor éppen az egybeállott fövenyén heveltünk. Velünk volt Jürgen Bratström, a révész fia. Nagy baj lehet, nagy baj, nagy baj lehet. Jappe és Do Escobar erős, lovagias érzésű, vakmerő fiszkók voltak. Ellenséges összecsapásuk aggályosnak ígérkezett. Emlékezetemben még ma is olyan nagynak és férfiasnak tűnnek fel, mint akkor, holott alig lehettek idősebbek 15 évesnél. Thank you.
de a város középosztályából származó, eléggé szabadjára hagyták, és voltak éppen már legénynek, vagy ahogy akkoriban neveztük, lingálnak számított. De az életművészből is volt benne egy árnyalatni. De Escobar felszabadult természet volt, egzotikus idegen, nem is járt rendszeresen iskolába, hanem csak mint afféle vendéghallgató valamilyen családnál lakott, fizetett ellátásban, és a teljes önállóság örömét élvezte. Szabálytalan, de paradicsomi életforma. Mind a ketten késő jártak aludni, vendéglőkben tanyáztak, este a fő utcán csatangoltak, lányok után koslattak, nyaktörő tornamutatványokkal hősködtek. Megrémített Johnny értesítése jött, és Do Escobar készülő párba járul. Akkor éppen az egybeállott fövenyéhe vertünk, Johnny és Jürgen Brattström anyaszült messzelen feküdt, míg én nekem jobban esett úgy, hogy fürdő lepedőmet a csipőmre tekerem. Ahogy ott feküdt felemelt karokkal, két keskeny kezén pihentetve, lágy, szőkefürtös, hosszúkás, angolosan csinos fejét, úgy festett, mint egy vézna kis álmod. Féktelenül örült a kilátásban levő viadalnak. Sem ő, sem Brattström nem érezték azt a szorongást, amely rajtam erőt vett. Kijelentette, hogy a két fiú teljes komolysággal fog megverekedni, úgy, mint férfiakhoz illik, azután derűs és kissé gúnyos tárgyilagossággal fontolgatta a győzelmi esélyeket. Johnny úgy vélte, nehéz megjósolni, melyik kerekedik fölül. Furcsa volt hallgatni, amint fölényesen bírálja Jappé és Do Escobar testi képességeit, miközben láttam az ő vézna karjait, melyekkel soha nem lett volna képes ütést mérni, vagy elárítani. Nagyon megrendültem, amikor Johnny Bishop azzal jött, hogy Jappé és Do Escobar verekedni készülnek, és menjünk oda megnézni, de nem is gondoltam rá, hogy elmaradjak a mérkőzéstől. A fejlemények iránti érdeklődés mellett
A félelem mellett, hogy nevetségessé válok, volt ebben valami kötelességérzés is, amely azonban erősen küzdött ellentétes érzelmekkel. Idegesen féltem a megrázkódtatástól, amelyet egy elkeseredett, komoly, úgy szólva élet-halálra menő harclátások várhatóan kivált belőlem. Ugyanakkor hozzájárult az az egyszerű, gyáva aggodalom, hogy ott, ha egyszer belesodródom, velem szemben is olyan igények támadhatnak, melyek valódi lényemmel ellenkeznek, hegyke legénynek kell mutatnom magam, aminek bizonyításától mindenek fölött tiltóztam. Másfelől azonban nem tudtam megállni, hogy bele ne képzeljem magam Jappe és Do Escobar helyzetébe. Jappe és Do Escobar erős, lovagias érzésű, vakmerő fickók voltak, ellenséges összecsapásuk aggályosnak ígérkezett. Elképzeltem a sértésnek és kihívásnak a fürdőparkban lefolt jelenetét, elegáns tapintatból velük együtt elfojtottam magamban a vágyot az azonnali ökölvívásra. Tanuk előtt, kimért és elharapott szavakkal megbeszéltük a párbaj helyét és óráját. Holnap 12-kor találkozó itt meg itt a Leuchtenfelden. Knack, hamburgi táncmester, Maître de Plaisir, szintén megígérte, hogy meg fog jelenni a küzdelem színterén. Jó esti, jó esti, jó esti. Ízelítőt kaptam a kínzó, lüktető, agytépő gyűlöletből, az őrjöngő izgalom és bosszúvágy rohamaiból, amelyek közt az éjszakát el kell tölteniük. A végsőkig felindulva, minden félénkségén túlragadtatva, gondolatban vakon és véresen verekedtem. Hozzájuk hasonlóan embertelen düle gerjedt ellenféllel. Testem minden erejében belevágtam öklömet gyűlölt pofájába, hogy valamennyi foga kitört. Ennek ellenében brutális sugást kaptam a hasamba, és vörös hullámokba ájultam.
nagyon megrendültem, amikor Johnny Bishop azzal jött, hogy Jappe és Do Escobar verekedni készülnek, és délkül mire felálltunk, hogy felöltözzünk, már félig, meddig kimerült voltam az izgalomtól. A kabinban pedig, vagy mikor utóbb felöltözve elhagytuk a fürdőt, pontosan úgy várt a szívem, mintha nekem magamnak kellett volna verekedni mennem Jappeval, vagy Do Escobarral nyilvánosan és súlyos feltételek mellett. Uraim, a szombat esti táncmulatságról folytattam tárgyalásokat az igazgatósággal. Bocsánat, ha megvárakoztattam önöket. A felek együtt vannak? Kezdhetjük, kérem.
Szabadnak kérnem, uram? Kezdenek belejönni. Fogadjunk, hogy Jabbe marad fölül. Doeszku már csak adja a bankot. Pardon, uram? Egy pillanat. Kifele Sandi. Jabbe keményen állja a sarat. Fogadjunk, hogy alaposan elpáholja Doeszkobár. Az álla alá kell ütni, így. Alulról az állkapocsba. Az ér valami. Úgy van! Nem szabad leszorítani. Ne szorítás, barátom, ez szabály ellen. Yes.
most talán erőre kap, és megbosszulja magát. Megkapta magáért. A párbajt ezennel befejezetnek nyilvánítom. Mindkét fél derekasa megállt a sarat. Tovább. Most verekedjen valaki más. Igen! Köszönöm. Kamaszkoromban éppen elég verést kaptam.
Felipe és Do Escobar összecsapása rövid ideig tartott. Alig több, mint 10 percig. A fiúk ugye, ha már együtt voltak és volt ráérő idejük, azt várták, hogy valami más is fog történni, azt várták, hogy verekedjen valaki más, de senki sem jelentkezett. Gnák úr egyetlen ügyes válaszsal megmentette magát, angolna módjára siklott ki a csávából, ügyesen célzott magasabb életkorára, értésére adta a fiúknak, hogy régebben éppenséggel nem bújt ki holmi becsületes csípúj alól, és hozzá még nem is hencegett, hanem szavainak a valóság kitelét tudta adni azzal, hogy önmagát rokonszenvesen kigunyolja, bevallván, hogy annak idején megrakták. De miért kezdett az én szívem úgy verni, mint a kisdob? Amitől féltem, bekövetkezett. A körülmények átcsaptak a nézőkre. De miért éreztem én magam személyembe érintve és kihívva? Rettentő izgalmamban saját magammal szemben elkötelezve, hogy hatalmas és álomszerű erőfeszítéssel leküzdjem irtózatomat, és mindenki figyelmét magamra irányítsam azzal, hogy hősként sorompóba lépek. Néztem Johnny Bishopra, teljesen hanyagul és részvétlenül ült mellettem, forgatta a szájában a szalmaszálat, és nyílt kíváncsi tekintettel nézett körül, akad-e a körben egy pár izmos suhanc, aki az ő magán szórakozására hajlandó betörni az orrát. Azért jött ide, mert valami kézzel fogható, véres kimenetelű dologra számított. Amikor aztán az egészből játék lett, hát nem volt maradása, fogta magát és felállt. De miért éreztem én? Mint hogyha egész idő alatt félelemmel, vegyes örömmel vártam volna erre a nagy pillanatra, és amikor elérkezett, miért zuhantam valósághoz az ellentétes érzelmek örvényébe?